Kedves nézőink, a következő percekben a Lőrinc United FC sportegyesületet ismerhetik meg, vendégem pedig Bubcsó Norbert, az egyesület elnöke, és Kardos Zsolt edző. Üdvözlöm Önöket itt a stúdióban. Jó napot. 6 évvel ezelőtt alakult meg az egyesület, milyen céllal, illetve azóta mi történt az együttes? Hát a célja, ami most is az egyesület célja, hogy utánpótlás neveléssel foglalkozunk, tehát a gyerekeknek a nevelése, oktatása. És hát ezt úgy kezdtük el, hogy még nagyon gyerekcipőbe jártunk, elkezdtük itt a kerületbe gyűjteni a gyermekeket, meghirdettük, és ugye ez, ahogy szépen fejlődtünk, ugye az egyesület is nőtt szép lassan, és most már bajnokságokban tudunk indulni. Utánpótlás tornákon veszünk részt, úgyhogy szépen fejlődünk. Jelenleg hányan vannak az egyesületben? Hát ez úgy körülbelül változó, mert van, amikor a gyerekek ugye elkezdik a focit, aztán nem annyira tetszik, és abba hagyják, meg mindig új gyerekek érkeznek, de úgy 50-55 gyereknél tartunk most. Egyébként mi múlik az, hogy az utánpótlás nevelés az sikeres legyen, tehát milyen akár edzői taktikát vett be olykor a hiedalomra? Ez nagyon összetett, én úgy gondolom. Ez nagy részben múlik a szülőkön is, hogy ők mennyiben veszik ki a részüket abban, hogy a gyerekek tudjanak sporttal foglalkozni, mennyire támogatják őket. Természetesen rajtunk edzőkön is nagyon sok múlik, hogy meg tudjuk velük szerettetni a sportot, hogy megfelelő képzésben tudjuk őket részesíteni, és természetesen a gyerekek is kellenek hozzá, hogy ők megfelelő, tehát jó hozzáállással tudják ezt végrehajtani. Edzéseken tudják végrehajtani azt, amit mi szeretnénk, és ugyanez megvalósuljon a játékokban is, amikor a mérkőzéseken vagy tornákon veszünk részt. De gondolom mindegyik korosztálynál más-más szükséges, hiszen akár már 5-6 éves kortól mehetnek az egyesületbe, de 14 évesek is vannak. Igen, hát úgy érdemel, legalábbis nálunk úgy zajlik ez, hogy körülbelül 5-6 éves kor, amikortól elkezdünk foglalkozni. Tehát akkor már egy olyan egyórás edzést tudunk tartani, amikor sok szünettel vár, de a gyerekek úgy tudnak koncentrálni a különböző feladatokra. Tehát annyi figyelem van, mert ott már kezdenek megérni az iskolára is, és akkor az az egy óra az, amit végig tudnak figyelni és végrehajtani különböző feladatokat. Egy edzőnek akár, meg hát nyilván az elnöknek is egyfajta pszichológusként is kell üzemelnie, ugye? Mert hát nem csak a technikai tudás számít a focinál, hanem azért, hogy a belül is, tehát a lélekben, fejben is kell ápolgatni folyamatosan, ez így van, tehát eléggé összetett ez a dolog. Úgy pedagógusnak, mint pszichológusnak is kell lennünk az edzésen, és természetesen edzőnek is kell lenni, és mindenkivel megfelelően kell foglalkozni. Tehát van, akit simogatni kell, bátorítani kell, van, akivel egy kicsit keményebben kell bánni, tehát ezt mindenki más, és éppen azért máshogy kell foglalkozni velük. Milyen gyakorisága vannak edzések, hol lehet megnézni a fiatalokat? Hát az edzéseink az 3:30-tól 5-ig tartanak a Tököli utcai pályán, a SZAC pályán. A különböző korosztályoknak más napokon tartjuk az edzéseket, ezt nem kezdem el felsorolni egyenként. De mindenkinek megvan a lehetősége, tehát a nagyobbaknak van hetente 3 edzés lehetőségük, a kisebbeknek, akik most kezdik el az edzéseket, nekik hetente 2 edzésük van, és akkor ehhez jön még a hétvégi program. A nagyobbaknál már hetente van megmérettetés a bajnokságokban, a kisebbeknél meg havonta egyszer vannak tornák, amiken részt tudunk venni. De hogyha valaki egy kicsit bővebben akar tájékozódni, van honlapja is. Van honlapunk is természetesen, ahol fönt vannak az információk. Újságban is szoktunk hirdetéseket megjelentetni. Iskolákba is jártunk régebben szórólapokat osztogatni. Most viszont már leginkább az van, hogy a srácok, akik lejárnak hozzánk, rajtuk keresztül jut el másokhoz tulajdonképpen az információ, hogy itt van egyesület, és csábítják le a barátaikat, osztálytársaikat hozzánk. Tehát akkor folyamatosan lehet jelentkezni, ennek nincs akadálya. Így van, bármikor lehet jelentkezni, és a lényeg az még az egyesületünknek, hogy bárkit szívesen látunk. Tehát nincsen olyan, hogy mint egy nagyobb profi egyesületnél, hogy kiválasztás történik, és a kevésbé ügyes gyerekeket elzavarják, hanem itt mindenkinek lehetőséget biztosítunk a sportolásra. Az egyesületen belül a továbbiakban milyen célokat táplálnak az egyesületek felé, illetve az együttesek felé?
A céljaink az továbbra is az, hogy természetesen az, hogy bővüljünk, minél több gyereket tudjunk foglalkoztatni, minél több gyerekkel megszeretessük magát a sportolást is, mert ugye az jellemző, hogy a szülőktől nem öröklik ezt a mozgásigényt, és úgy kell rávenni a gyerekeket is. Úgyhogy az a cél, hogy minél több gyereket tudjunk foglalkoztatni, és hát persze hosszú távon az, mert még fiatal egyesület vagyunk, de hosszú távon az, hogy minél több ügyes gyereket kineveljünk a magyar labdarúgás számára. Azért vannak már ígéretes tehetségek. Ígéretes tehetségek mindig vannak, én úgy gondolom. Nagyon tehetséges fiatalok vannak Magyarországon is. Mi nálunk is megfordult már jó pár tehetséges fiatal, most is vannak a kicsik között is, nagyobbak között is. De ez úgy gondolom egy hosszabb folyamat, hogy valakire azt lehessen mondani, hogy ő igenis nagy tehetség, és sokra fogja vinni. És természetesen ez megint csak nagyon összetett, tehát a szülőkön is múlik, hogy tudjon ő rendszeresen edzésekre járni. A szülők részéről még az is nagyon nagy támogatás, vagy az is nagy támogatást igényel, hogy a mérkőzéseken részt vegyenek, mert sajnos találkoztunk már olyannal is, hogy a mérkőzésekre családi programok miatt nem jönnek el a srácok, és ez ugye a csapat szempontjából sem jó, és a társaik szempontjából sem jó, mert emiatt esetlegesen nagyon tartalékosan tud kiállni a csapat, vagy ne adj Isten, nem tud kiállni a csapat, ugye erre nem lenne szükség, és ez nem lenne jó. Azért működik a szülőkkel ez a fajta kapcsolattartás, hogy az ilyen információk eljussanak hozzá, hogy ez fontos? Igen, nálunk ez nagyon fontos, és nagyon nagy hangsúlyt fektetünk erre. Tehát minden információt e-mailbe is elküldünk nekik, fönt van a honlapon is mindig az információ, edzéseken mindig elhangoznak arra a hétre fontos információk a gyerekek felé, hogy szóljanak a szüleiknek, és mi amúgy is igyekszünk nagyon jó kapcsolatot ápolni a szülőkkel. Szoktunk havonta egyszer ilyen családi programot szervezni, ami annyit jelent, hogy a szülők is eljönnek, fociznak ott velünk együtt, tehát csak a szülők szülőkkel, apukák apukákkal, anyukák is játszanak, anyukák a gyerekekkel, apukák a gyerekekkel, a gyerekek egymás között, tehát próbálunk egy nagyon jó kapcsolatot ápolni a szülőkkel, és nagyon jó hangulatot teremteni az egyesületen belül. A következőkben hol láthatjuk majd a fiatalokat legközelebb? Hát ezek folyamatos programok, tehát úgy, mint az NB1-es bajnokságban is minden héten van mérkőzés, ugyanígy nekünk is minden héten az egyik csapatunk az U12-es, U14-es bajnokságba indulunk. Tehát itt a Tököli utcai pálya minden hétvégén az egyik korosztályunknak mérkőzése van, és a mozsik tornákon ez a kisebb korosztályoknak, ez pedig a havonta egyszeri tornák, ez a Gloriett pályán szokott lenni. Ott meg havonta egyszer ott vagyunk a kisebbekkel. Hát akkor lehet menni nézőnek, szurkolónak, és lehet menni játékosnak is az egyesülethez. Nagyon szépen köszönöm az információkat, köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen.